Senki sem maradhatott buli nélkül 2023-ban sem Székesfehérváron. Most is a Zicsi színpadnál várták a koncertekkel, közös énekléssel, zenéléssel szilveszterezni vágyókat. A városi mulatságot 8 órakor Kátai Junior indította, 9-kor pedig Warning állt a keverőpult mögé. 22 óra után a Discover Band majdnem hajnali 2-ig szórakoztatta a közönséget. A 2016-ban alakult zenekar a 70-es, 80-as évek hangulatával ajándékozta meg a szilveszterezőket. Az éjszakai mulatságot DJ Embryo zárta, aki 3-ig zenélt a bulizóknak. Fehérvár jó hangulatú kikapcsolódást kínált azoknak, akik a belvárosban búcsúztatták az új évet, és köszöntötték az éjfélkor érkező új esztendőt. Január 1-én Szűz Mária istenanyaságának ünnepén szentmisére várták a híveket a Szent István Székesegyházba. Szűz Mária istenanyja ünnepét január 1-én karácsony 8-napján tartja a Római Katolikus Egyház. Jézus körülmetélkedésére emlékezve. Az újévi szentmisén Spányi Antal megyéspüspök szentbeszédében elmondta, Máriát egy újabb névvel ünnepeljük, mint istenanyját köszöntjük. Az ember megtörte a barátságot a bűnnel, majd jött a megváltó. Amikor eljött az idő teljessége, Mária megszülte a gyermeket, hogy aztán a népek reményben éljenek. Spányi Antal a keresztények küldetéséről szólva elmondta, tanúságot kell tennünk arról a hitről, a Szentlélek ajándékáról, amelyet Isten jelenléte erősít bennünk. Mint mondja, a világ nem elveszett, mert a világ Istené. Amikor elkezdjük ezt az új évet, akkor tudnunk kell, hogy az a feladatunk, hogy új világot építsünk, hogy ezt a világot jobbítsuk, hogy próbáljuk meg a sebeket gyógyítani, hogy próbáljuk meg az ellentéteket elsimítani, hogy próbáljuk meg a szíveket bátorrá és erőssé tenni, hogy Isten országát építsük. Immár 11. alkalommal indították szerencsehozó lencsével az új évet a fehérváriak január 1-én. Székesfehérvár önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Nagy Sándor József 51. híradó és vezetésbiztosító dandára, a Lecsóház és az Alba Pláza közös rendezvényén 1500 adag finomság talált gazdára. Az Alba Pláza előtti téren Cserpalkovics András polgármester és Varga Tamás országgyűlési képviselő köszöntőjét követően jó hangulatú találkozón idén és igazi társasági rendezvényt, az együttlét ünnepét köszönhettük. A 2013-ban indult kezdeményezés mára már hagyománnyá vált, és egyre többen kapcsolódtak be az évindító közösségi programba. Így indul gyakorlatilag a közösségi év az esztendőben, köszönhetően a katonáknak, köszönhetően azoknak az embereknek, akik segítenek nekünk minden évben, hogy lencsével, szerencsehozó lencsével oszthassuk, vagy annak osztásával indíthassuk az új esztendőt. Így lesz ez most 2024-ben is, furcsa még ezt a évszámot kimondani, de mégiscsak az éjszaka folyamán lezártunk egy évet, és elindítottunk egy újat. Én bízom benne, hogy mindenkinek békés, nyugodt, boldog és szerencsés új esztendő lesz. Családokat érintő, idén életbe lépő döntésekről beszélt Facebook videójában Dömötör Csaba parlamenti államtitkár. Mint mondja, olyan intézkedésekről van szó, amelyek sok magyar családnak jelentenek segítséget. Lesznek pozitív változások a bérekkel kapcsolatban. Az évvégi megállapodásnak köszönhetően a minimál bérek tovább emelkednek. Januártól már az emelt összeg érkezik majd. Januártól 6%-kal emelkednek a nyugdíjak, az idősek februárban számíthatnak a 13. havi juttatásra is. Dömötör Csaba azt is elmondta, ha Brüsszelből megérkeznek a szükséges garanciák, akkor megvalósulhat a nagyobb arányú pedagógus béremelés is. Ez januártól átlagosan 32%-os béremelést jelent, amit 2025-ben és 2026-ban további emelési hullámok követhetnek. Az államtitkár tájékoztatása szerint elindul az új napenergia program. Ennek segítségével a családok akár 5 milliós támogatást is kaphatnak napenergia felhasználására és tárolására. És elindul a Csok Plusz program is. Ez egy nagyon kedvezményes hitellehetőség, gyermeket vállaló párok vehetik igénybe, a vállalt gyermekek számától függően akár 50 millió forint értékben is. Folytatódik a babaváró program is. Ennek keret összege 11 millió forintra nő. És ami épp ennyire fontos, bővül a falusi Csok program. A vissza nem térítendő támogatás összege itt 50%-kal, egyes esetekben még nagyobb mértékben emelkedik. A magyar családtámogatási rendszer tehát még ebben a sokféle nehézséggel terhelt időszakban is erősödik. Ezek mellett nő a gyed felső összeg határa, emelkedik a diplomás gyed és a gyermekek otthongondozási díjának összege is.
Érdemes megvásárolni az éves autópálya matricákat, amelyek január 1-től 2025. január 31-ig érvényesek. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy e-matrica vásárlásakor minden esetben még a fizetés előtt ellenőrizzék a vevők az általuk megadott adatokat, így például a rendszámot, a felségjelzést, a díjkategóriát és a vármegyei matrica vásárlásánál a vármegyét. A 2024. január 1-től érvényes országos éves autópálya matricáért személygépkocsik esetében 57.260 forintot kell fizetni, az eddigi 49.190 forint helyett. Az éves vármegyei matricák ára pedig 6.660 forintra nőtt 5.720 forintról. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT oldalán közzétett díjtáblázat szerint jelentősebben nő a rövidebb időszakokra szóló jogosultságok ára. A személygépkocsik esetében D1 díjkategóriában a havi matrica ára 10.360 forintba kerül a tavalyi 8.900 forint után. Fontos információ, hogy február 1-től az eddig autópálya matricával közlekedő autóbuszok is átkerülnek a használat arányos Hugo útdíj fizetésre. A változtatással uniós kötelezettségnek tesz eleget Magyarország. 2024-től hazánkban is be kell vezetni az egynapos autópálya matricát egy EU-s előírás miatt. A bevezetés határideje 2024. március 25-e. Március 1-től lesz elérhető a 24 órás autópálya matrica nálunk is, és 5.150 forintba kerül majd.